A világjárvány életünk számos területén vezetett ahhoz, hogy megszorítások és kompromisszumok mellett éljünk hosszú hónapokon keresztül. Sokan a bezártság ideje alatt egyáltalán nem sportoltak. A közelmúltban napvilágot látott enyhítések kapcsán Dóci Zsuzsa elmondta, a mozgás újrakezdéséhez rendkívül fontos a megfelelő környezet. Azon kívül, hogy szabadban edzünk, azért az sem mindegy, hogy mi a négy fal vesz minket körül egy épületben, aszfalton vagyunk, vagy mondjuk egy csodálatos zöld övezetben, fákkal, bukrokkal, cserjékkel, akár egy kis erdős résszel, madárcsicsergéssel. Tényleg, tehát nagyon fontos a környezet, már csak azért is, mert az újrakezdéshez nagyon fontos a motiváció, de erről majd egy másik alkalommal fogok beszélni. És szépen jönnek vissza a vendégek, és ez is nagyon érdekes, hogy azért mi egy több edzőtársammal is beszéltem, és mi azért egy dömpingre számítottunk, hogy végre feloldottak egy több mint fél éves korlátozás után majd mindenki rohan edzeni, azért még óvatosak az emberek. Az instruktor kitért a motiváció fontosságára is. Mindenképpen kell keresni egy motivációt, valamibe kell kapaszkodni, mert azt nem lehet, hogy egy ilyen hosszú kihagyás után, amikor már itt a lehetőség, akkor is otthon maradjunk, és ilyen-olyan kifogásokra hivatkozva ne járjunk el az edzésekre. És itt nem feltétlen arra gondolok, hogy hozzánk jöjjön vissza, ahová előtte is jár, de valamit mozogni kell. Először is itt a nyár, ugye, ilyenkor mindenki azzal van elfoglalva, hogy úristen, strandra kell menni, meg le kell vetközni, meg fürdőruhába kell lenni, meg az utcán is sokkal kisebbek, rövidebbek a ruhák, és azért kilátszik ez az. De azért ami a nagyon fontos, hogy egy fél éves mozgásszegény életmód az azért az egészségünket is nagyon negatívan befolyásolja. Dóci Zsuzsa hozzátette, lehetőség szerint alakítsunk ki egy megfelelő rutint annak érdekében, hogy ne teherként éljük meg a napi mozgást.